Köszöntöm a Hírháttér nézőit, ezúttal sportos témát választottunk a mai adásra. Tiba Zoltánt köszöntetem a stúdióban, a Futura Moson Magyaróvár felnőtt csapatának edzőjét. Vele fogjuk értékelni az elmúlt szezont, hiszen a közelmúltban véget érte az MB3 2013-2014-es szezonja. Ebből te egy fél évet töltöttél újra a csapat mellett, tavasszal a te irányításoddal dolgoztak a srácok, és mondhatom, hogy ez egy sikeresebb periódus volt, mint az őszi. Te milyennek láttad? Én is úgy értékeltem, hogy sikeres volt a tavaszi szezon. Maradt benne egy-két pont, és igazából ajándékmeccsünk nem volt. Tehát olyan meccsünk nem volt, amire azt mondtam volna, hogy szerencsénk volt. Minek köszönhető szerinted ez a különbség az őszi, illetve a tavasszal mutatott arca között a csapatnak? Én keveset láttam az őszi meccsekből, talán a három hazai meccsen volt szerencsém látni a csapatot. Akkor sem játszottak rosszul, talán kevesebb volt a szerencséje a csapatnak, kimaradtak az ittszerek. Most tavasszal kicsit jobban használtuk ki a lehetőségeinket, bár itt is volt hát egy pár ordító lehetőség, ami kimaradt. Még egyet beszélgetnénk így a mérkőzésekről. Beszéljük át azt, hogy ugye hát neked is gyakorlatilag egy új kerettel kellett dolgozni, nagyságrendileg cserélődött ki a csapat a tél folyamán. Mert ugye én nyáron mentem el a csapattól, ahhoz képest alig-alig maradt hírmondónak ember. Ismertem, akik jöttek játékosok, ha más nem egy-két meccsüket láttam, de természetesen nem dolgoztam velük, így van télen is újra át kellett venni mindent, amit én szoktam kérni a csapatoktól. Nyilván megvan minden csapatnak játéka, minden edzőnek megvan, hogy milyen stílus szeretne játszani, és valahol a kettő ötvözetéből jön ki egy teljesítmény. Én úgy gondolom, hogy az én általam elképzelthez elég közel volt a csapat a végén. Nyilván maradt benne még munka, még dolgozni való. Remélem sikerülni fog ezt is helyrehozni. No, milyen benyomást keltettek rád az új játékosok? Nagy Ádám, Szénási, Molnár, Nagy György, kit hagytam ki? Tóth Gyuri, gondoltam, bocs. Igen. Igazából jó benyomást tettek. Mindenki maximumot nyújtotta. Nyilván voltak olyan dolgaik. Voltak olyan dolgaik, amikkel változtatni kellett, főleg a Szénára gondolok. A Szénási Pisti jó játékos, erős, nagyon jó mentalitású, voltak hibás dolgai, labdavezetések, leszegett fejjel neki ment az ellenfélnek, mert azért ezeken változtatni kellett, de összességében azt kell, hogy mondjam, minden játékos maximumot nyújtott, mindenki megtett mindent azért, hogy a csapat minél jobban szerepeljen. Hogyha konkrétan személyeknél maradunk, Kovács Ákos személyben például egy rutinos tagját veszített el a csapata télen, őt ezek szerint tudtátok pótolni? Ákos már a vége felé nem nagyon játszott, mások vették át a szerepét a csapatban. Nekem emberem volt, hogy így fogalmazzak, hiszen többször is visszahoztam az MTL soraiba. Most úgy néz ki, hogy meg tudtuk oldani az ő játékát, tudtuk pótolni a teljesítményét. Beszéljünk a fiatalokról, többek között Fekete Tamás, Bedő Patrik, Darázs Péter, ugye ők folyamatosan épültek be a csapatba, bár a legelső az egy kicsit kiszorult a végére, a Darázsot viszont nagyon jól helytáll továbbra is. Igen, őket ő ősszel is már Csabi is játszotta, illetve próbálta beépíteni a csapatba. A Darázs Peti stabilizálta a helyét középpályán, elől a Hajós Krisztián szintén úgy gondolom bejátszotta magát. Fekete Tominak volt egy sajnálatos sérülése, egy ágyék sérülése, ami miatt a végén már nem számíthattam rá. Bedő Patrik ugye a végén került elő megint, egy kicsit a teljesítménye hullámzó, mint minden fiatalnak, nehezebb volt most játszatnom, de tulajdonképpen mindenkit, akit lehetett, megpróbáltam játszatni, és a végén még a Horváth Tominak is sikerült játszani, Szombathelyen is jó teljesítményt nyújtott. És talán még a Herceg Olivér, aki az utánpótlás korosztályból bemutatkozhatott ugye a csapatban. Így van, ő volt a Darinak a cseréje, a Darázs Peti cseréje. Próbáltam őt is tűzben tartani, sajnos nehéz volt, hiszen a tanulmányai miatt ő kevesebbet járt edzésre, és a végén neki is jött egy húzódásos sérülés, utolsó 4 hétben már nem tudtuk használni. Milyen a vélekedés úgy általában a csapatból? Ki volt szerinted a legjobb teljesítménnyel az idei tavasszal? Hát ugye Simon is sok gólt lőtt, Molnár Tibi is, és Mata is jól játszott hasznosan, igaz az utolsó meccseken, vagy hát kicsit visszavontabb pozícióban, szóval mennyire vagy elégedett a játékosaiddal most így, hogyha lebontjuk nevekre? Teljesen elégedett vagyok. Szóval úgy gondolom, hogy kezdjük hátulról, hát a kapusunk nagyon jó védett, a Borostomi egész szezonban nagyon jó volt, talán egy gólt tudunk
úgymond ráhúzni a hazai nagyatád elleni szabadrugást, kicsit jobb helyezkedéssel háríthatta volna. Pedig nem volt ugye egyszerű dolga, tehát Antal Laci után beállít Moson Magyarovárnak a kapuba, ez nem egyszerű, hiszen évtizedekig volt Antal. Igen, és ami nagyon nagy erőssége, nagyon jól jön ki a kapuból, tehát ő tényleg kijövő kapus, és nagyon sok csapat játsz ezt a beívelem, bedobom kapu elé, és a Tomi nagyon jól jött ki, tehát tulajdonképpen kihúztuk az ellenfeleknek egyik nagy méregfogát. Védelem jól teljesített, alig-alig kaptunk gólt. Hogyha Nagy Ádámot nézem a védelembe, ő bejátszotta magát, és most talán egy kicsit kevesebb szerep hárul a Domanyik Szilárdra. Jól látom, itt sérülések voltak közben? Igen, érdekes. Az éles úgynevezett védő, az a két belső védő, a Domanyik Nagy Ádám lett volna, de a Sziszit kétszer kiállították, volt egy sérülése, betegsége, tehát alig-alig tudott játszani a csapatban, és mindig úgy jött ki, hogy mikor ő játszott, akkor nem tudtunk nyerni. Tehát... Aztán a Szénási Pisti abszolút bejátszotta magát baloldali belső védőbe, jól játszott, a Nagy Ádi hozta azt, amit ő tud, leradírozza az ellenfeleket, kevesebbet lép be a játékba, de megbízhatóan játszik hátvédet. Két szélső védünk, hát a Tóth Győri jól kezdte a szezont, az első két-három meccs, négy meccsen nem volt vele baj, aztán visszaesett a teljesítménye, és hát az ellenfelek már utaztak ránk, hogy rúgjátok be oda a balvédő mögé, és nem lesz gond. Úgyhogy ott változtatnom kellett, hol a Horváth Ádám, hol a Nagy Ádám kivételével baloldalra, cikk sikerült stabilizálni a dolgokat. De jobb oldalon a Kálmán Attila jól játszott, amikor nem volt azon a két-három meccsen a Horváth Ádám kijött, és tulajdonképpen megoldotta ezt a feladatot. Középpálya is rendben volt, ahogy mondtad, a Smatovics Gabi szerepe átalakult, természetesen még mindig viszi a hátán a csapatot, kevesebb gólt rúg, kevesebbszer ér fel a kapu elé, viszont nagyon jól hozza ki a labdákat a védelemből, jól játsza át a középpályát, nagyon sok labdát szerez, amiből tudunk kontrázni, tudunk rendezetten védelem ellen menni, támadni. Hát Dudarás Peti jól játszott, 50-50-es középpályás, elvégzi a védőmunkáját, milyen mellette 50-50-es? Támad. 50-50%, mi ezt így mondjuk, igen. Tehát ugyanannyit védekezik, mint támad, tehát rá lehet bízni bármit, nincs vele gond. És Smatára visszatérek egy pillanatra, hogy valami külső tényező kényszerítette visszább a középpályára, vagy ez egy edzői döntés volt, hogy ott hasznosabban tud dolgozni, hiszen azért gólkirály volt két évvel ezelőtt, ha jól emlékszem. Hát igen, akkor még csatárt játszott. Most a csatárposzton a Hajós Krisztián, Fekete Tomi játszottak inkább, Simi és a Simon Andris bal oldalon, jobb oldalon a Molnár Tibi, tehát ő tulajdonképpen összeállt egy támadósor, és a Gabira nagyon nagy szükség volt, hogy összeszedje a labdákat középpályán. Ütközni kell, erősnek kell lenni, erős embereknek kell lenni, akik megszerzik ezeket a labdákat. Tehát őre ott hárult nagy szerep. És akkor egy 5 év múlva meg majd a védelemben. És a Lothar Matthäus pályát bejárja ő is. Hát igen, tulajdonképpen ezt mondjuk mi a labdarúgók, hogy az ember kezd csatárba, aztán középpálya, a végén a védelem, és csak azért nem véd, mert az egy külön szakma. Tehát azért tényleg így van, hogy megnézhetjük a belső védők, általában már rutinos jó játékosok, akik már azért végig harcolták az életüket. Gondolom tettél egy beszámolót az elnök úr felé is, és Drescher Otto nincs időnk, őt is meg fogom kérdezni következő adásban, mennyire volt elégedett a szakmai munkával, vagy nem elégedett, tehát lesz-e folytatása a közös munkátoknak? A beszámoló átadása még hátra van, ezt a héten fogjuk elrendezni, illetve értékeljük a szezont együtt, itt fog eldőlni a keret is, milyen posztokra kell esetleg erősítés, milyen posztokra tudunk hozni, mire van keretünk, és hát akkor fogunk beszélni a jövőről is, egyelőre úgy egyeztünk meg, hogy maradok, mint edző, tehát többit majd meglátjuk a beszélgetések után. Igazából akkor most semmilyen munkával nem dolgoztok most a srácokkal, most a nyári szabadságot töltenek a fiúk, illetve te is? Így van, még szombaton lesz az évzáró. Természetesen még a gyerekekkel edzünk, hiszen az utánpótlás is, nekik még van, 2001-es korosztálynak még van Szlovákiában egy tornájuk, illetve hát amit még Zakatol, még ezen a héten vannak, és ott is vasárnap lesz az évzáró, tehát még azért van munka, illetve már elkezdtem a következő szezonnak az alapjait, tehát az edzőmérkőzéseket, a felkészülés kezdem összerakni, hát azért mindig még zajlik azért. Még azért ne zárjuk le a beszélgetést, ugye mondtad, hogy hát most fog kialakulni, hogy milyen lehetőségei lesznek a csapatnak az erősítésre. Van-e már biztos távozó a csapatból, amit el lehet mondani? Tóth Gyuri már távozott a csapattól, közös megegyezéssel elváltak útjaink. Őnek is sem, és nekünk sem. Az volt a véleményünk, hogy jobb lesz külön utakon járni. Akkor ha már így beszélünk, akkor kérdezlek, hogy milyen posztra szeretnél erősíteni? Ebből oldali védőposztján mindenképp szükségünk lenne egy emberkére, és hát támadó
még támadó középpályásba is gondolkozunk, de hát ezek olyan posztok, ahol álmodnak az emberek, hiszen Magyarországon, aki jó csatár az NB1-ben játszik, inkább azt mondom, hogy olyan fiataloknak kell lehetőséget adni, akikből tudunk labdarúgot építeni. Na és vannak ilyen fiatalok, akár Moson, Magyaróváron, akár a környéken? Igen, felmerültek már nevek, illetve a saját ifjúsági csapatunkból is szeretnénk minél több embert, még több lehetőséget kapjon. Tulajdonképpen szerintem ez lesz az ősz feladata, hogy minél több saját nevelést beépíteni a csapatba. Ugye az MLS is azt preferálja, illetve alakul folyamatosan át a rendszer, hogy minél több és ifjabb és magyar játékost játszatni. Máshogy is történik az anyagiaknak a visszaosztása ugye az MLS-en belül a klubok felé. Ez akkor egy prioritás itt Moson-Magyaróváron is, hogy ezért legyen minél több Moson-Magyaróvári? Ezért is. Én úgy gondolom, hogy ha a város pénzt ad arra, hogy labdarúgásunk legyen, akkor nyilván arra adja a pénzt, hogy a saját labdarúgóinkat játszassuk. Szóval lehetne azt csinálni, mint sok klub csinálja, hogy 6-8-10 idegen légióssal megerősítjük a brigádot, és akkor előrébb végzünk mondjuk 3 helyen, 4-jel. Na de hát azért a valamit valamire szerintem jobb az, hogyha sajáttal gondolkodunk. Milyennek láttad ezt az átalakult NB3-at? Ugye ez egy NB2, NB3-ból összerakott, hát hogy mondjam, ilyen mesterségesen megkreált csoport lett. Szóval mennyire volt ez nehéz, és ez a végzett 8. hely, ez mennyire realitás? Mert hát, ugye tavasszal viszont meg az egyik legjobb csapat mi voltunk. Igen, én azt mondom, hogy a előző szezonból ugye csak a legjobb 5 maradt bent, és az NB2-ből a legrosszabb 3 jött hozzánk, tehát ha így nézem, akkor erősebb lett a bajnokság. Ha azt mondom, hogy megint voltak olyan csapatok, akiket szinte mindenki megvert, akkor sok minden nem változott. Mégis azt mondom, hogy az első 5 talán erősebb lett, tehát azért a Csákvár, Eto, BKV, akik ugye NB2-ből jöttek, ők azért azt mondom, komoly játékerőt képviseltek azokhoz képest, akik eddig voltak. Volt egy, én azt mondom, hogy 4-5 fős brigád, aki egy kicsit jobb volt, mint az átlag. Volt egy középső 3-4-5 csapat, és volt egy utolsó 5, tehát tényleg el lehet tagolni a bajnokságot nagyjából 3 csoportra. Én úgy gondolom, hogy mi a középső csoportnak az elején vagyunk valahol. Tehát a legjobbakkal is mindig paliban voltunk, tehát nem kaptunk ki például tavasszal rangadón, egyedül Budaörsön, ahol hát sajnálom, hogy nem készült tévéfelvétel, mert valószínű, hogy nem mindenki szerepelt volna a jövő héten, vagy a következő héten ebből a 3-4 játékvezetőből, aki ott volt. Ettől függetlenül azt mondom, hogy mindenki ellen partiban voltunk, nem tudtok minket megverni. Az Eto meccsére kanyarodnék én vissza, az is egy elég szerencsétlen mérkőzés volt a számunkra, hiszen vagy 3 NB1-es légiós is visszajátszott, de talán az egész szezonban azon az egy meccsen. Szóval ez is egy elég kellemetlen dolog egy ilyen erejű csapat ellen készülni egyszer, és még többiek sokkal könnyebb helyzetben vannak idézőjelve, és talán elesarkítva. Én azt mondom, hogy hamar játszottunk az Etóval, tehát kialakult egy játékunk a felkészülési meccseken, ahol Műfőben játszottunk, jó pályán, mindig adott volt minden körülmény, és elkezdődött a szezon ugye rendes füves pályákon. Messze nem olyan volt a pályák talaja, mint a műfűves pályai. Tehát kis játékot, kispasszos játékot mi képzettségünkkel nem tudtunk játszani. Így egy úgymond célfotballt játszottunk András idején, ugye sikerült győznünk 1-0-ra. Jött az Eto, és hát egyrészt igen, az Eto legjobb összeállításában lépett pályára tavasszal, valamint a fiatalok is a csúcson voltak, hiszen egy felkészülés végén voltak, még nem voltak kiégve. Aztán ugyanez a csapat volt, egy 4-5 meccses vereségi sorozata, mindenkitől kikapott, akivel játszott. Hát azért mondom, hogy korán játszottunk. Mi még nem voltunk kész, a pályák még nem voltak készen, mi játékunkra nem voltak alkalmasak. Ha a szezon második felében játszunk, akkor úgy gondolom, hogy más eredmény születik, de el kell mondanom, hogy azon a meccsen sokkal jobb volt az Eto. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Annyit mondj még meg, hogy mikor kezdődik a felkészülés. Július 2-én, 2-án. Akkor július Tiba Zoltán 2-én vagy 2-án, akit érdekel a csapat, csak Zolina az egy állandó visszatérő szófordulat, és inkább viccesen, mint szándékos. Szóval július 2-án akkor a Vitmalantal Parkban megnézhetik az alakuló első Moson-Magyaróvári keretet, addig persze visszatérünk még a témával, vagy a témával kapcsolatban itt a Városi Televízióban. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm.